Ez itt a szülőszoba, a hely és a műsor, ahol a föld és az ég összeér még ma. Egy pillanatra, a születés pillanatában. Elvázom, hogy zsimpad az arcom, mert megint biztos rosszul lesz valamit. Három hónappal korábban. Tani régi vágya az autóversenyzés. Dávid, a fia, most 2 éves. A születésekor nyert egy egyet a Forma 1 díszpáholyába, de éppen egybeesett a szüléssel, és azt aztán semmi pénzért nem hagyta volna ki. Most megint nyert. Egy ajándékkört egy rallyautóval. És amikor a nézők balról, jobbról, akkor nem félsz, hogy elvágod őket? Csak nem. Vagy féljenek ők, mi? Lehet, el kellett volna állni az autóval. Elég császár. Nem is kapott nagy kedvet hozzá. Hát buktam? Az gáz. Az gáz, ha buktam. Dani napjainkban már a versenyt szervezi. Évi nem hajlandó beülni a liftbe, nehogy véletlenül haza kelljen menni. Abban bízik, hogy a lépcsőzés megerősíti a szülési fájdalmakat, és akkor még ma megszülhet. Legalábbis ezt hallotta. Jó reggelt! Szeretném megkérni a szülőszobát. Egyetőjét. Köszönöm. Egész éjjel fájdogált Évi hasa. Az após éppen Pestre jött, behozta őket szobról, kocsival. Évi innen nem tágít, szülni akar. A főorvos, akit választott a szüléshez, 3 nap múlva elutazik. Nem várhat tovább. Hello. Csók anyucim, itt vagyunk, várakozunk a siklósra. Hát ugyanolyan 20 perces. Igen, igen. A szülés előtt 1 héttel. Nem hiszem, nagyon vidám még az écinfó. Anyucim, ez lehet, hogy még nem komoly. A mácska aggódik. Évi mindenkit riadóztatott. Az édesanyja a szobi táncszakkörből rohant ide. Mehetek? Gyerek. Jövök. Vagy mit jössz? Nem, majd itt drukkolok, jó? Gyere, Siklós doktor. Évi nagyon-nagyon meg akar szülni, mert az orvosa hamarosan konferenciára megy. A főorvos ezt már akkor megmondta Évinek, amikor még csak a terhességek kezdetén járt. Mégse akart lemondani róla semmiképpen. Siklós doktor 20 éve a család nőgyógyásza. Nála születtek Évi testvérei is. Az, hogy én esetleg nem elutazom, vagy ilyesmi, az azért az nem indokolhatja azt, hogy megindítsunk egy szülést korábban, vagy jóval korábban, mint a várható ideje. Mi úgy gondolja, hogy a szülési fások azok elviselhetetlenek lesznek? Mesélt, hogy valami rettenetes dolog. Én remélem, hogy majd utána azt fogja mondani, hogy ez nem igaz így. És rettenetesnek nem lesznek rettenetesek. Évi anyukája biztos forrásból tudja, hogy holnap meg lesz az unokája. Megálmodta. Hát én szerintem még most haza fog menni.
Az úgy történt, hogy Évinek egész éjjel fájt a hasa. Reggel hívta az apját, aztán az édesapját, hogy hozzák be Pestre szobról, mert vonaton már nem szívesen jönne a fájások miatt. Közben Évi férje Kornél is befut. Mihelyt meghallotta a szülésriadót, azonnal rohant ide a munkából. Kornél tulajdonképpen nem sok mindenről maradt volna le, mert Évi nem engedi be a szülőszobára. Meg én úgy gondolom, hogy ez rám tartozik, meg a kisgyerekre. Szóval azért én vagyok a nő, azért én vagyok terhes, hogy én legyek benne a szülőszobán. Nekem úgy tűnik, hogy ez egy divat hóbort, hogy beparancsolják az apukákat. Évi alig járt a kórházban, amióta terhes. Itt a laboron kívül minden vizsgálatot elvégeznek otthonos környezetben. A szülés végéig körülbelül 10-szer jön, ez 70 ezer forint. A szülés grátis jár. Évi kiszámolta, ha nem járna magárendelésre, akkor sem úszná meg olcsóbban, mert félne, hogy pénz nélkül nem úgy bánnak vele, ahogy szeretné. Így végül apránként legalább ennyit fizetne zsebbe. Jó, figyelj, hogy fél háromra? Persze. Évike előjegyezve. Biztos, ami biztos. Évike egy hét múlva már nagyon nem szeretne egyben lenni. Évi hallgatózik. Az István kórház még csendes. Úgy tűnik, más nem akar szülni. A nap meg csak pár óra múlva kezdődik. Valahol egy csengő, azt mondta. Erzsika a szülésznő már talpon van az éjjeli ügyelet után. Jó. Megérkezett a hajnal. Vajon Botond mikor érkezik? Dóri beöntést kap. A beöntés kitisztítja a beleket. Beöntés is sokat segít. Akkor is halad közben. Ellazítja az Na mi jó is? Csak most tusol. Most már. Hogy lehet, hogy hétig meg lesz. Biztos vagy benne. Éjjel van. Dórinak szerencséje van, mert nincs másik szülés most. Ja, lesz most nem kellett. Hogy vagy? Ez már fáj. Két-három perc? Hát kerül. Azt mondták, egy órán belül lehet, hogy meg lesz. Igen, aztán meg én örülnék a legjobban. 6 héttel a szülés előtt. Mikor szül Doris? Majd meglátjuk, hogy gyakorlatilag mikor. Dani rendszeresen sportol a barátjával. Gábornak még nincs családja, éli a fiatal és sikeres üzletemberek világát. Most mindent a baba érdekében, de amikor megszültél, és majd eltelik a 6 hét és a 8 hét, akkor azért figyelj oda a férjedre is, mert ők is igénylik a babosbadásra. Házasság után, hogyha gyermeket születik, akkor is tanuljuk meg, hogy sose a gyerek az első, hanem a másik. Az a legjobb érzés, mikor fekszel az ágyban, melletted a feleséged, és reggel fölkelsz, és ott fekszik még egy kis lurkó köztetek, vagy rajtatok keresztbe. Lebuktam, és akkor időnként arra ébredek, hogy a sarkával ütiveri a fejemet, vagy a gyomor szájamat. Én azt is el tudom képzelni, hogy az sem lehet olyan rettenetes történet, hogy alszol, és akkor jobbodon a barátnőd, balodon is a barátnőd, és ez is egy olyan szituáció, ami még... És így... köztetek? Hol vagyok én? Én szerintem nálam akkor van a fordulat, amikor már így megmozdul. Tehát amikor már úgy tudatosul bennem, hogy tényleg úristen is baba lesz. De most ez nem úgy érzed, hogy ez egy no-set, tehát azért ugye a szeknek is lehet több fordulat.
több mindent lehet, de... A párna az egy olyan hasznos eszköz, én azt gondolom, akár a terhesség alatt is, vagy egy ilyen aktusoknál is. Nálam ott jött a stop, mióta láttam, ez van ez a négydimenziós ultrahang. Láttam ott az arcocskáját, meg hogy ilyen kis pöttyet cicije van, mert hogy kislány ugye. Meg, de valóban, tehát ezek látszottak a képen. Onnantól kezdve azt mondtam, hogy na ne hát, akkor ezt hagyjuk. Tehát nincs az Isten, hogy én oda betegyem, és akkor voltam, piszkálom szegény. Ja, ez a jó, ez neked tipikus esetek. Fájásokkal, és vízmélyes. Nem ment el. Csapodok ki még nincsen. Nem jött még be, ó. Dóri még feszült, mert nem látja azt az orvost, akit maga mellett akar tudni a szülésnél. Szóltak már neki, siet, de Dóri izgul, hát ha nem ér ide a szülésre. Önök a szülőszobát látják, ahol Dóri és Évi hamarosan elérkeznek életük egyik legfontosabb pillanatához. Nagyon jó, és még egy nagyot lefele. Szorítsanak nekik. Évi boldog. Már csak egy fal választja el a szülőszobától. A vajúdóban vár, szülni fog még ma. Hát még élünk, nem fogunk belehalni. Nem, ülök. Mindjárt mászok be a kádba, mert lábujjaim le vannak fagyva, de egyébként amikor fájás van, akkor meg lever a víz. A vízben vajúdás, igen, a vízbe szülés nem engedélyezett Magyarországon. A szülés előtt 2 héttel. Évi mamája. Évi már jócskán kamasz volt, amikor a húga és az öccse született. Ha mondjuk bekapcsolom a rádiót, Gyula feltaláló. Most például feltalálta, hogy hogyan hallgathatja az íróasztalánál azt a magnót, amelyet egyébként a polcon tart. Törpe feszültséggel. Majd ő is szeretni fogja. Aha, hát ha ilyen hülyeségekre fogod megtanítani. Léci. Szüljünk. Mit gondolsz, én mire várok? A kismama bosszankodik. Ma kapott egy csomagot ajánlva. Az apja pedig átvette gyanútlanul 1000 forintért. Azt hitte, hogy a lánya rendelte. Nem rendelt semmit. Nem rendelt. De azért úgy van, köszönik a megrendelést. De van benne előke, szóval. Igen, 1000 forint egy előke. Ráadásul lemondani is csak faxon lehet azt, amit meg sem rendelt. Évinek nincsen faxa. Évi a kádban vajúdást választja. Erzsike és a főorvos 10 éve jártak Angliában, onnan hozták az ötletet, aki akar, szüljön vízben. Azóta próbálják a szakmai vezetéssel elfogadtatni Magyarországon, de még nem sikerült. Évi szeretné. Magyarországon igazából nincsen megengedve, de betiltva sincs. Régen egyáltalán nem volt szabad, ma már azért én tudom, hogy néhány helyen, és hát nálunk is előfordult, hogy egész egyszerűen nem tudott már kijönni a kisama a kárból, és így szült meg. Szerettem volna valahogy úgy megoldani, hogy neki ne fájjon. És ilyenkor meg olyan, mintha semmi nem lenne? Hát legalábbis nekem.
Az Uzsokiban a szülésznők 4 havonta kerülnek 1 hónapra a szülőszobára, így nincs szülésznő választási lehetőség. Aki éppen ügyel, az a szülésznő. Így pluszpénzhez is ritkán jutnak. Marika örül ennek a rendszernek, mert így kevesebb a pénz, de nyugodtan élnek. A szülés előtt 1 hónappal. Csapó doktor, Uzsoki kórház. Dóri Dávidot is nála szülte. Azóta elköltöztek messze, de Dóri onnan is hozzájár. A kórház meg örül neki, mert a beteg pénzt hoz a társadalombiztosítótól. Ezért a kórháznak is fontos, hogy az orvosai közkedveltek legyenek a nők körében. Itt a kislány mi volt a? Igen? Uh-huh. Itt van a nagyajka, kisajka. Aki ezt nem ismeri fel, az még nem látott ilyet. Vicc, megszült egy szülőnőm otthon, 16 év alatt nem jártam így vasárnap. Ennyire gyorsan? Nem tudom annyiban a hátteret, hogy végülis nem ide hozták, hanem a Bajcsiba került. A mentő nem volt hajlandó idehozni otthonról, nem értem. Tehát ennyit tudok csak. Három héttel szülés előtt. Dóri és Dani mindig úgy tervezték, hogy 3 gyermekük lesz. Az első fiú Dávid, a második lány Laura. Eddig sikerült. Laura már a hasában van. Most azért jött, hogy megmutassa Laurát az édesapjának, a Pisti papának. A Pisti papának, aki itt lakik. Laura-ra beszéltél már a pukádnak, ugye? És sajnálom, hogy nem tudja. Nagyon szép. Nagyon szép, megszagolod? Kicsit elhányva. Te hiszel abban, hogy mikor mi szoktak azt mondani, hogy egy családból elmegy egy lélek, akkor jön bele egy másik? Én is gondoltam már. Igen, és ráadásul a Dávidka meg annyira hasonlít rá, bár úgy tulajdonságaira. Pisti papa már szervezte a nagy 3 napos bulit, így akarta megünnepelni az első unoka érkezését. Aztán egy pillanat volt az egész. A szíve megállt. Pár hónapra lelve megszületett. Mondjuk én azt hiszem, hogy... Gyere kis köszönt. Könnyebben viseltem azt, hogy elveszítettem aput. Újabb kismama érkezik. Jött egy következő? Igen, talán még. Front van, vagy? Hát, ígértek valami olyasmit. Ugyan tudományos alapja nincs, de megfigyelték, ha front van, több a szülés. Évi megunta a vizet, egy kicsit lefeküdne. Ő dönti el, hogy mi esik jól neki, és mi nem. Az előírás szerint a legtöbb helyen ilyenkor beöntést kap a kismama, hogy kiürüljenek a belei. Itt csak akkor, ha kéri. A beavatkozás fájások közben kellemetlen. A legtöbb helyen leborotválják a nemi szervek környékét. Nagyon régen azt gondoltuk, hogy muszáj gátmetszést csinálni egy először szülő kismamának, és azt a részt le kell borotválni, ahova a gátmetszést csináljuk. Mondom, 8-10 éve így szülészkedünk, hogy nincsen borotválás, miután nincsen rutinszerű gátmetszést. Tessék! Akkor igen, azt kellene, hogy ott az a papírja is megragadja, és ide a másodikra jöjjön föl, jó? És akkor megyek a mikorát, jó? Puszik, köszönöm. Siklós doktor is megnyugodott egy kicsit, most már biztos, hogy a konferencia előtt megszül Évi, így nem kell másra bíznia. Jaj. Hogyha valaki egy gondozásra járt egy orvoshoz, vagy egy szülésznőhöz, és hát úgy terv szerint nála született volna az újszülött, és hát valamilyen oknál fogva ez nem így következik be, az biztos, hogy egy pici feszültségforrás jelent, még akkor is, ha bemutatták
annak az újabb orvosnak, szülésznőnek, aki a szülésben majd ő neki segít. Évi vizet szeretne, nagyon szomjas. Most még ihat, itt nem tiltják. Legközelebb epidurálnál szülünk. Nyugodj meg, próbálj meg nyugodni. Nyugodt vagyok. Tényleg. A vajúdás negyedik órájában vagyunk. Apad a türelem. A szülés előtt 2 hónappal. Szob Váci személy. Évit elkísérem a vonaton. A csinos lánya terhessége előtt is ezen a vonalon járt dolgozni Újpalotára. Ahogy körömcipőben balettozott a tehervonatok között, érezte, hogy valaki figyeli. Érezte, de sohasem látta, hogy ki. Aztán éppen egy éve mellé ült egy srác. Ennek a srácnak a magzatát ma már a szíve alatt hordja. Én éreztem, én még ilyet soha nem éreztem, hogy én ezt az embert 50 év múlva is akarom. Ők nem a babát akarták, hanem egymást. Nagyon. Nem terveztük a babát. Úgy terveztük, hogy majd lesznek gyerekeink. És egyszer csak nem majd lett, hanem most. De nem van, nekünk is van egy listánk. Tudom, már végeztem, igen, már fele ki van pipálva nekem. Fele, hát még ezt hiányzott. 300 000 forintot? Igen, elértük, pedig a bababútort én ajándékba kaptam apósomtól, mert hogy ő csinálta a kiságyat is, meg a pelenkázót is. És mégis benne vagyunk. Hát, mit lehettem? Minden napra. Minden napra? Uh-huh. A kismama most már nagyon szeretné megismerni azt, aki benne van, aki vele lélegzik még, Botond. Talán már csak néhány hét és a karjában tarthatja. Évi nagyon rosszul volt az elmúlt percekben. Lement a vércukor szintje. Az istvánban engedik, hogy egy-két falatot egyen a kismama. Évi visszanyeri az erejét. Ez már jó érzés. Az embernek nem kellett a lábainak a súlyát tartani. Mm-hmm. Könnyednek érzem az egész testet. Igen. Önök a szülőszobát látják, ahol Dóri és Évi hamarosan elérkeznek életük egyik legfontosabb pillanatához. Nagyon jó, és még egy nagyot lefele. Szorítsanak nekik. Vasárnap hajnal van, Csapódoki hamar megérkezik, nincs forgalom a városban. Már a kirándulást szervezett, később majd elmennek. Hogy állunk? Nagyon jó. Nagyon jó. Hát szerintem egy fél óra. Fél óra. Enni nem lehet. Nem. Még inni sem. Még inni sem. Mert? De bármikor kényszerülhető beavatkozása, és ahhoz üres gyomor kell. Ezek az eső. 2 héttel szülés előtt. De finom ez a fagyi.
Fülödöm. Már ismerjük egymást egy hónapja. És nem tudtam eddig, hogy hozzám fel a témát, de... Ízlik a... Annyira ügyet. Na jó. Szerda. Másnak kopa szerda. Korányéknál páros szerda. Ilyenkor Dávid a nagymamánál élvezi a szabadságot, a szülei meg egymással. Apa, ezt jó kitaláltad ezt a túrát. Hover, de erre. Arra? Ott a kis szerelmi fészkénk. A titkos szerelmi fészkénk. A titkos. Várj, ne. Jó, feszessen kell a csajnak. Tíz nappal szülés előtt. Biztos azt hiszik, forgatták a szomszédok újabb epizódot. Gazdag rétiek az ablakban. Kamera apa és fia mögött. Kísértetiesen hasonlít valamire. Újraindul a szomszédok. Itt forgatták a sorozatot. Dani és Dávidka leugrottak a boltba. Dávidka ma lett 2 éves, jön az egész família. A nagybácsi, a nagypapa, a nagymama, a dédnagymama. A dédnagymama, akit maga Spielberg interjúvolt meg egy filmjében. Most azonban nem ő a főszereplő, hanem Dávid. Látod? Inkább a kecskékkel marad. Alma, tényleg az alma, de okos kisfiú van. Azt mondja. Nagyon születésnapot, Dávid. Dávid. Jaj, hát ilyet a... Dórinak nagy fájásai vannak, semmilyen fájás erősítést nem kap. Ideális szülőnő, nagy fájások, gyors kitolás. De nagyon sokan, nem csak elveszülő. Kornél most nagyon boldog. Végre hasznosnak érzi magát. Néznünk kell? Most csoki. Nem. Csoki, csoki, csoki. Már legalább ébren vagyok. Mi voltál kárból? Hú, de nagyon nem láttad. Láttam, hogy nem tudod, igen. Egy héttel szülés előtt. Jó lesz így? Jó. Ha elmenne a magzatvíz hirtelen, Évi mentőt hívna. Iratott beutalót, biztos, ami biztos. Ha nem iratott volna, akkor a mentő csak abba a kórházba vihetné, amelyik legközelebb van a lakóhelyéhez. Évi viszont nem hajlandó másnál szülni, csak Siklós doktornál. Ő pedig Pesten van. Az orvos írja le, a terhes kiskönyve bepecsételi hátra, hogy szülési megindulása esetén oda kérem szállítani. Mert hát azért hát megkötik az ember kezét. Mert azért nem mindenki teheti meg, hogy elmegy és egy magárendelésre jár. Eljelösszeni mi a végbelét, és az ugyanan érzés, mint hogyha széket lenne a végbe, és ugyanúgy fogja érezni. És tulajdonképpen a technikája a szülésnek ugyanaz, hogy mint hogyha kikapjálni. Pontosan ez a préselésnek vissza se tudja tartani tulajdonképpen. Csak ne ijedjen meg tőlem, nem nyugodtan, ahogy érzi, akkor majd akkor nyomni kell. Remélem, majd az nem sokára, de majd, de hát... Jó? Egy pillanat, jó? Nyugodtan, csak pihenjen. Pihennem, mert...
Ivott rendesen? Ittem. Helyes, ne száradjon ki ezen. Apuka tehetetlennek érzi magát. Évi kiküldte a szülőszobából, mert most egyedül szeretne megküzdeni a fájdalmával. Fáj neked az, hogy neki nagyon fáj? Hát fáj, és nem tudok segíteni, az a legrosszabb benne, hogy semmivel. Hát maga. Gondoltad meg magad, hogy betörsz majd, és odaállsz mellé? Hát ha nem akarja, nem hiszem, hogy jó lenne. Ki tudja, mit váltanak ki belőle. A vajudót egy fal választja el a szülőszobától. A vajudóban egy másik kismama várja, hogy elinduljanak a fájásai. Ilyet a tekintete. Hát ettől, amit hallok. Hát filmekben csomószor lehet látni, hogy az ember... Igen, csak mindenki azzal biztatott, hogy a filmekben az... Az csak film, az tényleg. És ez nem olyan a valóságban. De majd meglátjuk. Végül is mindenkinél más. Minden szülés más. A szülés előtt 8 nappal. Nem kukucskája. Ne kukucskája? Jó, akkor nem kukucskálunk. Igen, az elsőnél nem nagyon tudtam, hogy mi vár rám, de most már tudom, és azért egy kicsit ideges vagyok. Én amikor megtudtam, hogy terhes vagyok, akkor több napig azzal álmodtam, hogy engem ott... És nem kérdezted meg az orvost, hogy ne vágjon, hogyha nem kell? Hát ezt majd szeretném megbeszélni vele, de egyébként hát nem tudom, milyen módja van. Tényleg két oldalról együnk puszit. Hát, te lecsaltad, Nékás. Kérek egy puszit. Felmerült még egy kérés. Második szülésnél meg lehetne úszni a vágást? Az nem jósolható, az abban a pillanatban derül ki, amikor már mutatkozik a baba feje. Hát igen, igen. Vagy nagy valószínűséggel sérülésmentesen tud megszületni. Jó, megyek, mert lemaradok az. És hova szoktál puszítani? Puff, köszönöm szépen. Hova szoktál puszítani? Ezt fordítva szoktad, fiam. Először csapsz, és utána adod a puszit. Jó, igen, köszönöm. Nóra, figyelj, 3 perc. Igen? Jó, úgyhogy túl teljesített. Az 1 óráért 1/4 óra lesz. Próbáljon meg a következőnél úgy nyomni, jó? Hogy veszünk nagy levegőt, ahogy csinálja, és csak nem elkiabáljuk, hanem benn marad a levegő, úgy nyomunk, mert akkor 2 perc, jó? Miklós főorvos építkezik, Évi 2 fájása között. A szülőszobák hamarosan megújulnak, talán a hangok is kevésbé hallatszanak majd. Nem szép, hogyha itt idáig van, ez a szép, hogyha ilyen magasságú van. Hát én értem, hogy szép volt, de az itt vizeskedünk. Itt most e fölött ki a fene áll? Most én állok ebben a magasságban. Most itt, ha valaki föláll, akkor ez a mi lesz? Jó, semmi nem lesz. Ugyanott van a baba, mint egy órája most, de... Jól van mindenki. Most még nem jön. Évinek fájás erősítés kell, nem halad a szülés. Már a vajudás 7. órájában vagyunk. Infúziót kap, hogy erősebbek legyenek a mély összehúzódások.
teleszívja a tüdejét, és próbáljon úgy nyomni, hogy maga érzi, hogy nyomni kell. Úgyis ez az inger. Na, akkor tessék ki használni, jó? Nagy levegő, le a könyök, ide le, ez az, fölhúzza a fejecskét, és nyomjuk ide meg, ez az, így nagyon jó, még, itt a baba feje. Nagyon jó, és még egy nagyot lefele, és még egy nagyot oda. Jó! Évit felkészítette az édesanyja a fájdalmakra, pontosan tudta, hogy mire számítson. Nem esik pánikba. A szülésznőtől megtanult légzéstechnikát alkalmazza. És hogyha nem nyom, nem jól csinálja idéző, akkor sincs ennek, és megszületik a valami. Jó? Na mi? Most már mi van, és lefele. Bekapjuk, nem pihenünk, most dolgozunk. Ez az, nem engedjük ki, becsukjuk a szánkat. Közben nem úgy. Jó, oké. Na, most úgy csak kívül ezek úgy. Na és ott harmadikat, tessék még egy harmadikat, még van fájás, amíg nyomunk. De azt mondjam, szírtot ér. Nem beszélgetünk? Jó. Oké, most akkor beszélgetünk. Jó. Ne, Zsike. Napra lassan, mikor van szülni? Most. Készülsz és szülök. 10 perc van. 50, igen. Jó, neki meg a végén. Jó. Nagy levegő. Ezt még egyet, ha van fájás, még egyet. Jó. Dóra az orvos kezét keresi, már máshol jár, teljesen befelé fordul. Tudatalatti reakció. Csapódó ki még sohasem hagyta cserben. Az ő keze biztonságot ad. A kéz, ami csökkentheti a fájdalmat. Gyorsan, nem akar hagyja is tovább. Még egyet, gyerünk. Tökéletes volt. Mennyi van még? Egy perc. Igen, csak onnan számítva. Új levegő. Ez az. Aj, fantasztikus volt csinálva. Nagyon jó, még egy kicsit. Új, de jó. Hagyj feszítsen az a gyerek feje. Gyors egy van. Nyomjuk meg. Ne oda. Ez az. Na még oda. Biztosan feltűnt önöknek, hogy egyik mai szülésünknél sem használja az orvos az egyébként előírás szerint kötelező maszkot. Ezek az orvosok és szülésznők azt szeretnék, ha a szülőnő úgy érezné, hogy a születés nem betegség, nem műtét. Nyom, még egy kicsit. De jó. Amint legyen. És legyen ki fog jönni a fejön, még egyet nyomunk. De jól csinálja be. Na minden. Nincs fájás? Most maradjunk így szétett lábakkal. Ez borzasztó rossz, a gyerek feje van, ott tudjuk, igen. Igen, van. Mi van? Jön a következő fájásod. Ki a feje? Ne nézz fel, ki van. Most se néz oda. Van még fájás, vagy ki? Nézzem, hogy itt egy borot. Jaj. Ezt jó magasra nézted, hogy is borot fedezik. Szia, Tomfej. Kérdött a lány ez. Thank you.
Hát egy órát beszéltünk meg 20 percet. Nem tudna segíteni? Nem. Mert olyan szépen megy minden. Dori próbálkozik, most bármilyen beavatkozást elfogadna, hogy túl legyenek rajta. A szülés azonban úgy megy, ahogy azt megírták a nagykönyvben. A gerincérzéstelenítésnek már nincs értelme, amire hatna már megszületne a baba. Hosszabban, nagyon szép, nagyon szép. Na még? Nagyon szép. Mindennél többet jelent most a dicséret Dori erőre kap. A szülőnök azt mondják el, hogy a drukkolásból sok erőt merítenek. Nem kapkodva Dori, ez elég jól néz ki a kisfiam. Elég botondul. Igen. Szerintem elég. Nézze már meg maga is. Jó. Ne hagyja, hogy feltartsák. Milyen botondul? Jó kis pasi. Közben Erzsike ellátja a csecsemőt. Nem nyitnak rá fényt, és nem dugnak a csöveket az orrán. Na, és ez szép kis pasi vagy tényleg. Nagyon jó, hogy megyek. Fázod? Azért? Hát igen, kijött a kicsi melegből. Milyen szép, szép, szép. Milyen szép, szép. Meg érjünk, hol az édesapád is volt? Felmondom. Na, hol a gyerek édesapja? Na, hol van? És így tudom sem elkapni. Na, tessék, babázni egy kicsit, hogy... És 54 centi. És valami gyönyörű, van neki haja is, meg minden. Hány centis haja van apu? Hát ezt nem mértem. Három. De van haja, igen. Solymosi botonnak. Van neki több, mint nekem. Igen. Jó, jelesen. Ha, vagy, hogy illetve? Igaz?
Igen. Színe baba rózsaszín. Csapó doktor pedig várja Dórát a következő terhességi vizsgálaton. Nyilván jön majd a harmadik. És persze, Márknak hívják majd. Szorítsanak továbbra is a szülőszobán. Egy hét múlva ismét két kis emberke érkezik hozzánk.